A katalán függetlenség pártiak kedden megkezdték második nagy európai mozgósításukat. Strasbourgban az Európai Parlament előtt rendeztek tüntetést, hogy tiltakozzanak azért, mert Oriol Junqueras, Carles Puigdemont és Antoni Comint kizárták az Európai Parlamentből. Junqueras börtönben van, a másik kettő pedig Belgiumban. Megilleti őket az ártatlanság vélelme, így teljes jogú polgárok. Ezért indultak a választásokon, ezért voltak a listákon. Az emberek szabadon szavaztak, és szörnyű az az ellentmondás, hogy nem tudnak idejönni, hogy képviseljék a szavazókat. Azt gondoljuk, hogy ez nem spanyol belügy, hanem európai ügy. Az utolsó pillanatig az volt a nagy kérdés, hogy megjelenik-e Puigdemont, de ügyvédje Gonzalo Boy azt tanácsolta neki, tiltakozásként se jelenjen meg, mert attól lehet tartani, hogy letartóztatják. Félünk attól, hogy eljöjjön, nem akarjuk, hogy letartóztassák, ha megjelenik itt. Úgy kell, hogy képviseljen bennünket, ahogy szavaztunk rá. A rendőrség szerint mintegy 10 000 tüntető vett részt a megmozduláson. 100 busz, 2 charter repülőgépjárat érkezett, a többiek autóval jöttek. Nagyon sok ember érkezett korán reggel busszal, aki már este busszal indul is vissza, és olyanok is vannak, akik autóval jöttek és az autóban alszanak. Mindannyian zsebből fizetjük az utazást. A Ciudadanos párt több spanyol képviselője elmondta, akik az igazságszolgáltatás elől menekülnek, nem tartózkodhatnak az EP-ben. Az Európai Bíróság is megerősítette, nem foglalhatják el helyüket ezek a képviselők a plenáris teremben.